Új fejezet kezdődött a vendéglátásban, miután a vírus elleni védekezés odáig jutott, kinyithattak az éttermek, cukrászdák, kávézók belső terei is, igaz csak az oltottak számára. Aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, meg kell elégednie a terasszal vagy a kerthelyiséggel. A szabályok betartása a vendéglősök felelőssége. Megosztó voltak a vélemények, és megosztóak voltak a vendégek is, mert volt egy társaság is, akikből két fő be tudott jönni, viszont kettőnek kint kellett maradni, és akkor inkább vittünk ki pokrócot, és kint maradt mind a négy fő. Megosztóak ezzel kapcsolatban a vélemények, de nagyon örülnek a vendégek, hogy jöhetnek végre hozzánk. Pakson az egyik egységben úgy különböztették meg az oltottakat az oltatlanoktól, hogy karszalagot adtak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek. A vendégek azonban nem éltek ezzel a lehetőséggel. Senki nem használta ki ezt a lehetőséget. Én mindenkinek írtam üzenetet, aki foglalt asztalt hozzánk, hogyha szeretné, és rendelkezik kártyával, akkor be is ülhet. Azonban nagyon kevés százaléka volt az embereknek az, akinek már volt ilyen védettségi igazolvány, úgyhogy ezt abszolút nem vették igénybe. A másik vendéglátóegységünkben pedig ott is szintén nulla ember. Inkább a teraszra ülnek ki, a teraszon élvezik a jó időt, a napsütést, ott fogyasztják el az ételt vagy az italt, nem szeretnének a belső helyiségbe egyelőre helyet foglalni. A teraszt készítik előnyitásra ebben a dombovári étteremben. Már telefonon az asztalfoglalásnál megkérdezik az embereket, van-e védettségigazolványuk, ugyanis azt szerint alakítják ki a helyeket mind a teraszon, mind pedig a belső térben. Azonban azoknak sem kell aggódniuk, akik nem hívták előre az éttermet. Nagyon rugalmasan kezeljük a felszolgálóink, mikor jönnek, érkeznek a vendégek, akkor elkérik az igazolványt. Ha van, akkor megengedjük, hogy beüljenek az étterembe, ha nem, akkor sajnos hála Isten, kint a teraszon tudjuk őket leültetni. A szálláshelyek jelentős része rendelkezik olyan éttermi szolgáltatással is, mely nem csak a szálló vendégeket fogadja. Ebben az esetben az oltási rendelkezéseket nekik is be kell tartaniuk. Ez mindenképpen a mi felelősségünk, hogy ellenőrizzük az oltási igazolványokat, illetve a védettséget. Mi erre felkészültünk, tehát mindenkitől meg fogjuk kérdezni. Nyilván nekünk könnyebb helyzetben vagyunk, mert amikor a hotel vendég jön, ő már, amikor bejelentkezik a hotelbe, elkérjük, tehát akkor ezzel nekünk itt már nem kell foglalkozni, illetve aki az étterembe jön, őtőle akkor vagy megkérdezzük, elkérjük, illetve mi nem vagyunk egy éjszakai szórakozó hely, ahol ez problémát okozhat. A vendéglátók abban bíznak, nem tér vissza a vírus veszély azon szintje, hogy újra bezárásra kényszeríthetné őket. Az elmúlt hónapok megterhelőek voltak, és akik túlélték a korlátozásokat, már az üzleti forgalom javulását remélik.